jellemző itt a térségben? Hogyan takarítják be a szőlőt? Egyrészt mi is egy részét kézzel szedjük, de a döntő többségét a tájbor kategóriában azt géppel, kombájnnal szüreteljük. Ma már nincs annyi kézi erő, hogy ezt meg tudná oldani. Itt a kunsági borvidéken olyan 23 ezer hektár szőlő van, amiből olyan 17-8 ezer hektár már termőre fordult. Nincs ennyi kéz, aki ezt időben le tudná szedni, és most a szőlők közel összeérnek, ami azt jelenti, hogy nem lesz szétnyújtva a szüret, úgy néz ki, hogy szeptember 20-a, de szeptember végére befejeződik biztos. Amikor megvan a szőlő szedése, utána hogyan tovább, hát beérkezik, akár mondjuk nézzük most ide ebbe a pincészetbe? Igen, hát itt először a mennyiségi átvétel történik meg, ez mázsálással történik, először a mázsára jön, majd ide a garatra, itt a minőségi átvétel, mustfokolás, majd a garatba történő betáplálás, és innentől kezdve a szőlő egy egészen zárt folyamatban megy, egészen az erjedésig, addig még új bor nem lesz. Ez egy zárt rendszer, itt különböző segédanyagokat kap, és utána megy minden a maga útján. Leflotáljuk és tisztítjuk, élesztőt használunk, és tápsot irányítva, hűtve erjesztjük. Mikorra készülnek el az első új borok? Hát az első új bor egy 10 napon belül kész, de hát az még természetesen zavaros, nem iható, illetve kóstolható csak. De az igazán, amikor azt mondjuk, hogy tiszta a bor, az eleje már szerintem karácsonyra kész, sőt, ha valaki nagyon ügyes, a rozék még előbb is, Miklós napra feltétlenül új bort szeretnénk, derített szőlt rozébort. Mindig nagy dilemma, hogy milyen bor épp a divatos, fehér, vörös, rozé, most éppen mi a trend itt a környéken? Igen, még mindig a rozé. Való igaz, hogy a borfogyasztási kultúránk és szokásaink azok változnak, de ez teljesen így van rendjén. Talán azt figyelhető meg, hogy 7-9 évenként, mind a színűzgőrbe, ez fajtánként, színben, minőségben eltér. Való igaz, reméljük a rozé ez megdönti ezt a 9 évet, és hát utána, hogy mi következik, majd látjuk, de általában az illatos fajták után jön majd a szárazabb fajta, félédes, majd a vörös fajták. Ezt majd a később, azt hiszem, amikor a fogyasztó ezt elkezdi vásárolni, akkor rá fogunk jönni, hogy igen, tévedtünk, mert nem az, hanem a másik fajta, másik típusú bor fog majd éppen szokássá alakulni. Az a szokás is fennáll még, ami talán jó pár évvel ezelőtt már elindult, hogy inkább a minőségre figyelnek a vevők, inkább kevesebbet mértékkel, de jó bort fogyasztanak, mint akár gyengébb minőséget és nagyon sokat. Igen. Nagyon érdekes, tehát most a minőségről beszélünk. A asztali bor és a tájbornak is jó minőségűnek kell lenni. A minőségi borok, ezek a nagy, amiről általában szoktak beszélni, a csúcsborok, amelyek, én nem szeretem ezt a szót, de kézműves borok, amelyek tényleg több ezer forintosak. Igen, egyre nagyobb a fogyasztási kultúrában ez a szokás, és egyre nagyobb az igény szerencsére, és ma már a gyengébb, úgymond minőségű bort is tulajdonképpen a fogyasztás úgy alakul, hogy megválogatják. Tehát ma már nincs rossz minőségű bor, még az alacsony kategóriában sem. Nagyon egyszerű, hogy a lába közé veszi a sort, és oldal rezgése eltávolítja a szőlőt. Persze ezt szabályozzuk, hogy fajtától függően, hogy mennyire kell megrázni. Az kidobja oldalra, lepotyog, belepotyog a serlegekbe, a serlegek végtelenített szallagon felhordják, és onnan meg belejut a tartályba, és sor végén megürítünk. Mennyire dolgozik jó hatásfokkal, marad, de még utána szőlő a tőkéken? Hát ez a művelési módtól függő, az ilyen egyfüggönyösök, ezek itt kevesebb marad, de attól függ, milyen erős a támrendszer, mert a nehéz vastag oszlopot azt nehezebben rázza meg. Egyébként jó szerintem, hát
kézi munkánál is elég sok elmarad, meg attól függ, mennyire siet a napszámos. Úgyhogy marad itt is el, de ez nem jellemző. Nem jellemző. Meg az éréstől is függ, hogy mennyi potyog le előtte, túlérett, vagy rosszul permetezett, akkor már előtte lepotyog, mielőtt odaérne a gép. Aztán meg hát függ, hogy milyen a művelés. Nekem igent mondanál? Neked. Tudod, kislányként csak átlagos voltál, nagyon ritkán, ha szóltál, nem értettem én. De lám felnőttél, és meglepődtem már, hogy angyali báj és varázs szépség várt. Amíg vártam rád, szomorúság támadt, hogy a szívem elfáradt mind a te hibád. De megbocsájtom, egyet kérek hát, a teremtő szent áldását add most át. Nekem nem kell többé kétség, rám a biztonság talált. Érted, élek, mondom így elszállt, már nem félek, titkod vár, titkod vár. Lényünk egy kiforta létben, ilyet nem éreztem még. Fájó vétség, minden pillantás, áldott féltés, boldogság. Nehéz döntés áll az uton előttem, szerelmes lelkem, majd haza talál. Mert álmom eljött, és maga lóra vált, a pillanat gyorsan elmúlt, téged várt. Mikor meglátlak, a szívem feléled, sorsod utolér téged, bárhová bújsz. De nem kell félned, egy ajtó nyitva áll, a fájdalom és a csalás tovább áll. Nekem nem.